Mi várható 2020 után? Az Európai Uniós költségvetés következő időszakáról tartottak konferenciát a Megyeházán. Földészfórum. Egyre kevesebb a terményeink beltartalmi értéke, a termőföldek minőségi romlása pedig hamarosan visszafordíthatatlanná válik. Megújul a Júlia fürdő. Több mint 250 millió forintból újult meg a város kedvelt fürdője, amely október 31-én nyitja meg újra a kapuit. Mi várható 2020 után? Ezzel a címmel tartott konferenciát a Europe Direct információs hálózat Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az Európai Unió költségvetésének 2021-2027 közötti időszakának tervezésénél a magyar álláspontok szerint a két legfontosabb területe a határon átnyúló programok és az innováció támogatása. 2021-től indul az új Európai Uniós költségvetési időszak. Magyarország GDP-je jelentősen nőtt a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. A költségvetés elkészítésénél ez az egyik legfontosabb mutatószám. A következő évek határozzák meg, hogy melyik országnak mekkora fejlesztési forrás jut az uniós keretből, illetve milyen ágazatok élveznek prioritást, melyek azok, amelyekre minden tagállamnak költenie kell. Magyarország számára 2030-ig szükséges ilyenkor tervezni. A magyar kormány céljai pedig világosak. 2030-ra azt szeretnénk, hogyha Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országa közé tartozna, ahol legjobb élni, legjobb dolgozni és legjobb lakni. Ez szükséges, hogy növeljük a versenyképességünket, növeljük a magyar vállalkozások hatékonyságát, és segítsük a magyar embereket, a magyar családokat abban, hogy minél jobban boldoguljanak a saját életükben. A megyei önkormányzatokat leginkább a határmenti programok miatt érinti az Európai Uniós források szétosztása. Megyénk 3 országgal határos, ezért fontos tudni, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a következő 7 éves ciklusban. Más egyéb operatív programok ügyében is persze fontos, hogy mi a tudomásunk most a következő 7 éves pénzügyi keretről. Sok minden mondom ezzel kapcsolatban, hogy nem is lesz. Kevesebb lesz, de lesz. Lesznek regionális programok is, viszont talán határmentén átnyúló programok is, talán ott a legnagyobb a forráscsökkenés, tehát nagyon átgondolt programokkal kell készülnünk a következő 7 évre. A Megyeházán tartott szakmai konferencián az is elhangzott, fontosak az uniós források, de Magyarország önereje is kiemelkedő a tagállamok közül. Az 1942-ben Magyarországon megtermelt burgonya 110 mg vasat tartalmazott, míg a tavalyi termés csak 5 mg-ot. Ennek legfőbb oka, hogy a termőföldek fele elsavanyodott terület lett, hangzott el a Földész Fórumon. A szakemberek szerint akár csak a klímaváltozás hamarosan a termőföldek minőségének romlása is eléri a visszafordíthatatlan állapotot. 13. alkalommal tartottak Földész Fórumot Nyíregyházán. Ezúttal a termőföldek védelmével kapcsolatos feladatok megvalósítására helyezték a hangsúlyt, hiszen ezek romlása miatt ma már nem táplálékról, hanem élelmiszerről beszélnek a szakemberek. A szélsőséges időjárás a gazdálkodás rovására ment. A legnagyobb víztározó kapacitással a termőföld rendelkezik, mégis egyre nagyobb szükség van a mesterséges öntözésre, de a magyar földek mindössze 3%-át lehet megfelelő mértékben öntözni. Ez pedig a megtermelt élelmiszerek rovására megy, ami számos egészségügyi problémát okoz. A vashiány, a kalcium-magnézium hiány az elsősorban a fiataloknál jelentkezik. És tudjuk, hogy akár például a részhiány, vashiány, az szellemileg is világos, különösen, hogyha közben a higany megnő, akkor már szellemileg is egy csomó ismert betegség is fellép. 60 évvel ezelőtt a magyar burgonya 110 mg vasat tartalmazott, míg a tavalyi termés csak 5 mg-ot. Nem csak a vas, a kálcium hiány is egyre jelentősebb probléma. A gyerekek 66%-a nem kapja meg a naponta szükséges kálcium mennyiséget. Az iskolás lányok esetében csak 2%-nál optimális a kálcium bevitel, 20%-uknál pedig a kívánatos mennyiség felét sem éri el. Ezért az elmúlt években meg 10-szereződött a csontritkulás Magyarországon. Épp a 24. órában vagyunk, és talán még visszafordítható. Én már nem mondanám ezt, hiszen ami szintén ehhez kapcsolódik, hiszen a klímaváltás bajaira is azt mondtuk még egy pár évvel ezelőtt, hogy hát igen, van még 10-20-30 évünk, és az alatt meg lehetne fordítani.
És aztán kiderül idén, meg tavaly, hogy olyan mértékű már itthon is, nem csak a környezeti probléma, a klímaváltás okozta szélsőség, például a mostani aszály, vagy ahhoz kapcsolódó sajnos pont az ellentétes időszakban az óriási árvíz, vagy nálunk, vagy más földrészen, ami mutatja, hogy bizonyos tekintetben már vannak olyan területek, ahol nem visszafordítható. A szakemberek hangoztatták, hogy a korszakváltás bár szükséges és elkerülhetetlen, a hagyományok nem hagyhatóak el, ha szeretnénk megállítani a termőföldek és így az élelmiszerek minőségének továbbromlását. A Fidesz 2010 óta püföli a magyar embereket, és ennek most egy újabb példája a lakástakarék pénztárak állami támogatásának megvonása, fogalmazott Halmi József nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP megyei alelnöke szerint felháborító, hogy a kormánypárt két nap alatt egyeztetés nélkül vitte végig a mostani törvénymódosítást. Halmi József úgy látja, a Fidesz-KDNP mostani döntése is a bankokat és gazdagokat szolgálja, és szerint a tervezett új otthonteremtési támogatás is a kormánypárti embereknek kedvez majd. Az új otthon teremtésének nem látjuk a hátterét, de ez a gyors intézkedés arra vonatkozik, hogy a profitot a fideszes úrfiak fogják lenyúlni. A hirtelen, gyorsan elfogadott törvény egyeztetés nélkül erre utal. Vannak ígéretek persze, a magánnyugdíjpénztár megtakarítást is ellopták a fideszes úrfiak, azóta se történt az ígéretekből semmi. Nem hiszünk ők nekik már, de azt nem értem, hogy az emberek meddig tűnnek még ennek a csapatnak, aki elvette a magánnyugdíj megtakarítást, elvette a rokkant nyugdíjt, elvette a szolgálati nyugdíjt, most elvette a lakástakarék megtakarítás állami hozzájárulását, állami támogatását, ezek mindent elvesznek, de közben adakozóak, mert a saját emberéknek pedig vagyonokat gyűjtenek, vagyonokat adnak, látjuk, hogy mi folyik az országban. Egy jó diktatúrába így szokott. Október 31-én nyitja meg újra kapuit a vendégek előtt a Júlia fürdő Nyíregyházán. A június óta zajló beruházásnak köszönhetően összesen több mint 250 millió forintból újult meg a város kedvelt fürdője. Több olyan kényelmi fejlesztés is történt az uszodában, amelyek a vendégek korábbi kérései voltak. Új külsővel és megújult belsővel várja majd a vendégeket a Júlia fürdő. Június óta zajlik energetikai korszerűsítés Nyíregyháza kedvelt fürdőjében. A homlokzati felületek hőszigetelést kaptak, új nyillászárók kerültek beépítésre, napelemes rendszerrel egészült ki az elektromos hálózat, valamint a főépületi lapos tető hő- és csapadékvízszigetelésnek cseréje is megtörtént. Az uszoda teljes légkezelő rendszere, illetve a termálvilág és az öltöző légkezelésének vezérlése és csövezése is megújult, de korszerűsödött a fogadótér és az uszoda világítási rendszere is. Ami nagyon fontos változás, hogy közben sajnos nagyon olyan előre nem látható problémával álltunk szembe. Itt a tetőszerkezetnek a előregedése, ami miatt egy intenzívebb beavatkozás volt szükséges. Ez alapvetően a vendégeket nem érinti, olyan értelemben, hogy nem kényelmi funkció, hanem lényegében csak a tetőszerkezetnek a élettartama meghosszabbításáról szól. Viszont miközben ezek a beruházások zajlottak, igyekeztünk olyan kényelmi funkciókat is, vagy magát a funkcionalitást is kiszolgálni, és már az esztétikai érzékünket, hogy a új burkolat például a termálvilágban, új szaunát épített, a szauna belsejét teljesen átépítettük. Itt mögöttem lévő medencének az újra burkolása, a 25 méteres medencének a teljes újra burkolása 1982-ben épült hozzá ez a uszodatér a Júlia fürdőhöz. 1982-es csempék voltak benne, nyilvánvaló ezeknek az újra burkolása megtörtént. A Júlia felújítására egy 189 millió forintos pályázatot nyertek, valamint plusz önkormányzati forrásra is szükség volt. Összesen több mint 250 millió forintot költöttek a beruházásra. A belső részlegeken túl a külső medence is megújult. A vendégek kérésére két nyakzuhannyal bővítették. Összességében azt mondom, hogy egy energetikai beruházásnak indult, és egy nagyon komoly ráncfelvallás lett a vége. Örülök neki, hiszen ezek a beruházások mindig a használhatóságának az élettartamát növelik meg ennek az épületnek. Ezt a tetőszerkezetet egyébként, amely a fatartók, azok még 1982-esek, amikor épült, azok jó állapotban vannak. Hála Istennek meg tudjuk őrizni az utókornak, úgyhogy hát várhatóan 50-60 év múlva kell majd hozzányúlni. Bízom benne, hogy olyan így riportot fogok adni önöknek.
Az Uszoda medencéje új csempeburkolatot kapott, a termálmedence és a váltófürdő körül megújult a járófelület, valamint teljesen új faburkolatot és ülőrészt kapott a nagy szauna, illetve a falfelületek festésére is sor került. A Júlia fürdő október 31-én, szerda reggeltől újra várja vendégeit. Négy ország fiataljainak és civil szervezeteinek képviselőivel tartották meg Nyíregyházán a Kárpát-medencei fiatalok találkozóját. A Szent Imre gimnáziumban megrendezett esemény célja a határon túli kapcsolatok elmélyítése és a nemzeti összetartozás tudatának elmélyítése volt. Ennek szellemében a fiatalok Nyíregyháza és Gödöllő történelmi nevezetességével is megismerkedhettek, valamint az 56-os forradalomról is megemlékeztek. Közel 100-an érkeztek Kárpátaljáról, Erdélyből és Felvidékről a Kárpát-medencei fiatalok találkozójára a Nyíregyházi Szent Imre gimnáziumba. A rendezvényre a diákokon túl civil szervezetek, partner és testvérvárosok, illetve iskolák képviselői is meghívást kaptak. Fontos célunk, hogy a Magyarországon kívül élő, tehát határainkon kívül élő magyar fiatalok megismerjék az anyaországot, mi fiataljaink pedig tudomást szerezzenek arról, hogy hol és hogyan élnek magyarok. A nemzeti összetartozás jegyében szervezzük ezeket a programokat, illetve természetesen megemlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról is. A találkozón megemlékeztek a mostani esemény megszervezését is biztosító Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete és a Szent Imre Katolikus Alapítvány megalapításának 25. évfordulójáról is. A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete a Katolikus Szülők Országos Egyesületének felhívására alakult meg. Az elmúlt 25 év az bizonyítja, hogy van létjogosultsága az e fajta civil munkának. És hogy miért csatlakoztak a tagok? Azt gondolom azért, mert ezek az emberek úgy érezték, az életük teljességéhez hozzátartozik a civil kurázsuk. Kiállni közösségben kereszténységünkért, a magyarságunkért, azért, hogy a fiatal felnövekvő nemzedékek értékes törődést kapjanak. A találkozón átadták a Szent Imre díjakat is, melynek aranyfokozatát Nyíregyháza polgármestere is átvehette. Kovács Ferenc beszédében a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesületének és a Szent Imre Katolikus Alapítványnak az elmúlt 25 évben végzett, a város és a határon túli magyar emberekért végzett áldozatos munkáját emelte ki. Azt gondolom, hogy úgy érhették meg ezt önök, hogy ez nem munka, nem szervezés elsősorban, hanem egy küldetés, ami szolgálatból, szeretetből, hitből épül, és ennek keretében a keresztény nemzeti értékeinket, hagyományainkat úgy ápolja, adja tovább, hogy közösségeket épít. Ez nagyon nagy dolog az én szememben, és azt is tudom, hogy ez nem csak az iskolán belül történik, hanem az iskola kerítésein is túl terjed, az egész városban érvényesül. A Kárpát-medencei fiatalok találkozójának résztvevői a kétnapos rendezvény során nem csak Nyíregyháza nevezetességeivel ismerkedhettek meg, hanem Gödöllőre is ellátogatnak, ahol koszorúzást is tartanak az 56-os forradalomra emlékezve. Az elmúlt 24 órában javult a levegő minősége Nyíregyházán. A hét első felében a szállópor koncentrációja meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal. Az előrejelzések szerint szombaton a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak néhol fordulhat elő egy-egy rövid ideig tartó jelentéktelen zápor. Többfelé megélénkül az északi, északnyugati szél. Ennek következtében a nappali órákban is számottevő a szennyezettség. Az ózon és a nitrogén-dioxid mellett a PM10, vagyis a szállópor koncentrációja is egyre nagyobb területen a határérték közelébe emelkedhet. A szállópor szennyezettség éjszaka a legmagasabb, de a nappali órákban is számottevő, ezért kerülni kell a szabadban végzett sporttevékenységet, a szellőztetést pedig lehetőség szerint a déli, kora délutáni órákban kell elvégezni. A szállópor azért fokozottan veszélyes, mert a porrészecskék ingerlik sérthetik a szem kötőhártyáját és a felső légutak nyálkahártyáját. A kisebb porszemcsék pedig lejuthatnak a tüdőhólyagokba, és ott különböző tüdőelváltozásokat okozhatnak. A hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy a légszennyezettség romlásának elkerülése érdekében a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben, valamint tartózkodjanak a kerti hulladék és a lábon álló növényzet égetésétől.
A Continental Arena melletti területen már hónapokkal ezelőtt megszűnt a parkolási lehetőség, szeptemberben pedig az előkészítő munkálatok is elkezdődtek. A verseny és tanúszoda 2,5 milliárd forint állami támogatásból épül, a két medence mellett 300 fős lelátó és 6 öltöző is helyet kap benne. A tervek szerint a jövő szeptemberi tanév kezdésre meg is nyitja kapuit az új uszoda. Időkapszulát helyeztek el a bújtosi uszoda alapkövébe. A beruházás előkészítő munkálatai már júniusban megkezdődtek, a pénteki alapkő letétellel azonban elkezdődött a sportkomplexum fejlesztése is. Az ünnepségen Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, az uszoda megépítésével több évtizedes álom válik valóra, amely a város számára egyetlen fillérbe sem kerül. A beruházás 2,5 milliárd forint kerekítve, ami egy úgynevezett TAO-s beruházás, tehát ennek a 70%-át a cégektől adóból szedtük össze, kaptuk, 30% önerőt pedig a kormány biztosított, tehát ez is egy olyan beruházás, amelyik a városnak egy fillérébe nem kerül. Mondjuk ezt nagyvonalúan, tudva azt, hogy kisebb dolgok azért mindig jönnek, amelyek észszerűsítik, még jobbá teszik a beruházást, azt, ahogy eddig a város is most is tudja majd finanszírozni, bár nem szeretném, ha ez nagyon elszaladna, és hát természetesen a fenntartás, a működtetés is ránk hárul. A nyíregyházi úszoda az úgynevezett TTT programban is fontos szerepet játszik. Ennek keretében országszerte tanmedencéket építenek, melynek célja, hogy minden gyermek megtanuljon úszni. Azzal, hogy vízfelületek érkeznek a városokba, és úszodai létesítmények, ezzel meg tudjuk azt teremteni, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni, és valóban ez szó szerint értendő, hiszen nagyon nagy célunk, hogy minden gyermeknek biztosítsuk, akár a tanórákon belül, ugye a kötelező úszásoktatáson belül, akár délutáni foglalkozásokkal, hogy mindenkinek lehetősége legyen megtanulni, hiszen ahogy mondtam az ünnepség során is egyetlen egy sportág az úszás, amelynek nem tudása életveszélyt is okoz. Szabó Tünde hozzátette, az úszás minden vízisport alapja, azonban a bújtosi úszadát nem csak a versenyzők és az élsportolók számára építik, hanem a lakossági szabadidősport kedvelői is használhatják majd a sportkomplexum szolgáltatásait. A Vasas női röplabda csapata bomba meglepetésre 3-0-ra nyert Nyíregyházán a női röplabda extra liga csütörtöki mérkőzésén. A Nyíregyháza a hétvégén a bajnok Békés Csaba otthonában nyert, most viszont szinte momentumon sem volt a Vasas ellen. Sikerükkel a piros-kékek átvették a vezetést a tabellán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Az Európai Unió költségvetésének 2021-2027 közötti időszakának tervezésénél a magyar álláspontok szerint a két legfontosabb területe a határon átnyúló programok és az innováció támogatása. Az elkövetkező időszakok várható irányairól tartottak konferenciát a megyeházán. A szakemberek szerint akárcsak a klímaváltozás, hamarosan a termőföldek minőségének romlása is eléri a visszafordíthatatlan állapotot. Az 1942-ben Magyarországon megtermelt burgonya 110 mg vasat tartalmazott, míg a tavalyi termés már csak 5 mg-ot. Ennek legfőbb oka, hogy a termőföldek fele elsavanyodott terület lett. Október 31-én nyitja meg újra kapuit a vendégek előtt a Júlia fürdő Nyíregyházán. A június óta zajló beruházásnak köszönhetően összesen több mint 250 millió forintból újult meg a város kedvelt fürdője. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 19-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!
Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb esővel. A felettünk lévő magassági hideg légörvény távolodik tőlünk, szombat este észak felől hideg front éri el a Kárpát-medencét, váltakozó nedvességtartalmú, néhány fokkal hűvösebb léghullámok érkeznek. Az előttünk álló éjszaka eleinte sok helyütt erősebben felhős idő valószínű, majd késő estétől többnyire gyengén felhős idő várható. Eső, zápor eleinte szorványosan előfordulhat, reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben nagyrészt felhős időre lehet számítani, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Napközben csapadék nem valószínű, de az esti óráktól néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. Az északnyugati szél időnként megélénkül, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap nyugaton változóan, keleten nagyrészt erősen felhős időre van kilátás, főleg ott fordulhat elő szorványosan eső, zápor. Hétfőn mindenhol megszűnik a csapadék, általában több órára kisüt a nap. A következő napokban gyakran megnövekszik a felhőzet, és szorványosan, szerdán pedig több helyen is számítani lehet esőre, záporesőre. Az északi, északnyugati szelet a hét közepén erős, sok helyütt viharos széllökések kísérik, jelentősen gyengül a nappali felmelegedés.